A Holdfény, a Kis Csillag, a Napsugár és az Est Hajnal csoport is fellépett a Kossuth Lajos Művelődési Központ Mazsoret csoportjainak önálló estjén. Már hagyomány, hogy évvégéhez közeledve egy több mint két órás gálaműsor keretében a táncos lányok számot adnak tudásukról, és arról, hogy mit tanultak, mennyit fejlődtek az eltelt 12 hónap alatt. Nagyon büszke vagyok rájuk, illetve az egész csoportra. Én nagyon sokat járok a próbájukra, látom, hogy mennyi időbe telik, és mennyi fáradtságban nekik felkészülni, úgyhogy ez nagyon jó érzés ilyenkor látni őket. Rengeteg kitartást és munkát igényel, hogy a produkciók megállják helyüket a színpadon. A csoportos próbák mellett a lányok órákat gyakorolnak otthon, hogy a különböző botforgatások, tánclépések megfelelően menjenek. Régebben, mikor táncoltam, kicsit ügyetlenebb voltam, viszont most, hogy már több éve táncolok, már jobban tudom a koreográfiákat, jobban forgatom a botot, és így jobb. Az esten 4 csoport lépett fel, ebből 2 most állt először színpadon. A csoportok vezetője büszke tanítványaira. Sátor Aljaújhegyben egyre több kisgyerek érdeklődik a Mazsoret iránt. Ennek egyik oka, hogy a lányok most már nem csak a hagyományos indulókra, hanem modernebb zenékre is táncolnak. A nagylányok nagyon ügyesek, és vonzzák maguk köré a kisebbeket. Ha meglátják a vezető táncosokat, akkor a kicsik megölelik őket, megpuszilgatják, és nagy szeretettel jönnek ide. Azon kívül a nagyok közül többen segítenek a kicsiknek táncot tanulni, nekem is segítenek ezzel, és így lett szerintem nagyon népszerű. Az adventi csengő a Művelődési Intézmény amatőr művészeti csoportjainak évvégi gálaműsora volt. Tánccal, énekkel, zenés produkciókkal léptek színpadra a csoportok. Kossuth Lajos Művelődési Központnak 10 amatőr művészeti csoportja van, és mind a 10 amatőr művészeti csoport életében mérföldkövet jelent a karácsonyi gálaműsor. Egyrészt a karácsonyra készülődve kicsit másfajta koreográfiák készülnek, kicsit más zenei világból választanak, egy meghittebb, egy személyesebb, egy családokhoz, illetve a társas kapcsolatokról szóló, vagy vallási témát feldolgozó dalokat hallhatunk itt ezeken a rendezvényeken. A Csicsergő Gyermektánc csoport tagjai azokat a gyerekjátékokat mutatták be az esten, melyeket szeptembertől tanultak az óvoda tehetségműhelyében és a Művelődési Központ szakkörén. A gyerekeket egy kicsit feldobja ez, hogy végre megmutathatjuk anyáiknak azt, hogy mit is tanultunk szeptembertől, hova is jövünk mi elpróbálni, akár az óvodába, akár itt a művelődési házban. A gyerekeken kívül bemutatkoztak az est folyamán a Hegyalja Sátorhegy, a Románus Szúnó, a Művelődési Központ Kamara Tánc Együttesének tagjai, de fellépett az intézmény nyugdíjas klubja, az Intervox női kar és a mazsorettes lányok is.